Jó estét kívánok! Győztek a tüntetők Hongkongban. A helyi törvényhozás megtorpedózta azt a Peking által támogatott javaslatot, amelynek értelmében csak a Kína által jóváhagyott jelölteket hagyták volna indulni a kormányzó választásokon. A tervezet korábban bel- és külföldön is nagy felháborodást keltett. A városban a Foglald el a központot mozgalom tagjai tavaly 2,5 hónapon át folytatták tiltakozó megmozdulásaikat. Demokrácia párti és Kína barát tüntetők is az utcákra vonultak Hongkongban. A helyi törvényhozók ugyanis a nagy vitákat generáló törvénytervezetet tárgyalták, amely Peking támogatásához kötötte volna a jelöltek indulását a kormányzó választáson. Ami ellenfelünk a kínai kommunista párt. Egy igazi óriással küzdünk tehát. Fel vagyunk készülve arra, hogy ez egy elhúzódó harc lesz. Mi pusztán egyetlen dolgot kérünk, demokráciát, mondta a tavalyi megatüntetéseket szervező, Foglald el a központot mozgalom egyik társalapítója. A törvényhozásban némi meglepetésre megbukott a tervezet. Ehhez kellett a Peking párti képviselők váratlan összezavarodása is. A javaslat törvényerőre emelkedéséhez 2/3 többségre lett volna szükség a 70 fős törvényhozásban. A szavazáson azonban csak 37-en vettek részt, miután a Pekinghez közel álló párt képviselői közül 30-an elhagyták az üléstermet a voksolás előtt. Később ezt kommunikációs zavarral indokolták. Kína már is kifejezte csalódottságát a tervezett bukása miatt. A központi kormány szándéka és a hongkongi honfitársak közös akarata volt az a javaslat, amely a demokrácia fejlesztését célozta. Nagyon sajnáljuk, hogy a mostani fejlemények tükrében úgy tűnik, 2017-ben nem az új szabályozás alapján fogják megválasztani a hongkongi régió vezetőjét, fogalmazott a kínai külügyi szóvivő. Megeshet azonban, hogy a most leszavazott tervezet valamilyen formában mégiscsak újraéled. A kínai országos népi gyűlés közleményben jelezte, a választási reform ütemtervére vonatkozó, tavaly augusztusban elfogadott döntését továbbra is érvényesnek tartja a hongkongi törvényhozás vétója ellenére. Óriás plakátokon reklámozzák az iszlám hitet az Egyesült Államokban. Muzulmán hitű csoportok azt mondják, így próbálnak meg küzdeni az országban szerintük eluralkodóban lévő iszlamofóbiával szemben. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, a kampány akár fordítva is elsülhet. Az Egyesült Államokban az iszlám hit megítélése mélypontra süllyedt, és az óriás plakátok könnyű célpontjai lehetnek az iszlám ellenes csoportoknak is. Válaszokat keresel az életben? Fedezd fel Mohamedet, szólítja meg a járókelőket és autósokat ez a plakát Sacramentóban. A tábla egy új reklámkampánynak a része, amelyben az észak-amerikai iszlámkör próbálja megváltoztatni az iszlámról kialakult képet az amerikaiakban. Az óriás plakát kampány pozitív lépés, ami azt mutatja, hogy a muszlim közösség készen áll a nyitásra. Készen áll arra, hogy megválaszolja a felmerülő kérdéseket, hogy bemutassuk a hitünket, fogalmazott a kampányszervező csoport szóvivője. A tanács tagjai nem tagadják, azért tartották szükségesnek a plakátkampányt, mivel a muzulmán hit megítélését az Egyesült Államokban egy sor negatív hír tépázza meg. Kritikus időkben élünk. Az iszlám rendszerint olyan hírek kapcsán kerül be a hírekbe, mint az iszlám állam, vagy más egyének akciói, amelyek meggyalázzák a vallás jó hírét, és bemocskolják a muszlim hit követőit is, mondja a szóvivő. A reklámok ötlete nem most fogant meg a készítők fejében. Elmondásuk alapján már januárban a Charlie Hebdo francia lap szerkesztőségében végrehajtott iszlamista vérengzés után létrejött az elképzelés. Az első plakátok májusban kerültek ki az utcákra, ráadásul pont azon a napon, amikor két amerikai muzulmánnal végeztek a biztonsági erők, miután azok lövöldözésre készültek egy Mohamed karikatúrákat szerepeltető kiállítás ellen. A szervezetnek nem ez az első óriás plakát kampánya. 2 évvel ezelőtt a kereszténység és az iszlám hit hasonlóságát akarták bizonyítani. Ennek az akciónak a középpontjába Jézus személyét állították, akit a muzulmánok prófétaként tisztelnek, bár megváltónak nem ismerik el. Egy korábbi plakátsorozat témája pedig a személyes dzsihád volt. Ebben azt bizonygatták, hogy a dzsihád nem fegyveres harcot jelent, hanem küzdelmet egy erkölcsös életért. A mostani 100 plakát között olyan is szerepel, ami azt hirdeti, Mohamed a békét, a társadalmi igazságosságot és a nők jogait képviselte. Felmérések alapján jelenleg az Egyesült Államok lakosságának körülbelül 1%-a vallja magát iszlám hitűnek. Előrejelzések szerint ez a szám 2050-re megduplázódhat a bevándorlás és a muzulmán családok magasabb gyermekvállalási hajlandósága miatt.
Multimédiás tartalommal bővítették az auschwitzi koncentrációs tábor emlékhelyének oktatóanyagát. A múzeum összeállított egy gyűjteményt a túlélők beszámolóiból készített felvételekből. A látogatók egy alkalmazás segítségével okostelefonon vagy táblagépen tekinthetik meg a videókat. A technológia vívmányait is hasznosítják a holokauszt történelmének oktatásában. Az auschwitzi koncentrációs tábor emlékhelyének egyes részein videókat lehet megtekinteni. A látogatók leolvashatják a QR kódokat és csatlakozhatnak az ingyenes wifi hálózathoz. Meghallgathatják a túlélők beszámolóit arról, hogy mind mentek keresztül a táborban, mondta az emlékhely sajtóreferense. A beszámolókból gyűjteményt állítottak össze. Az egyik videón egy túlélő például arról beszél, hogy ma nehéz elhinni, de korábban fél ezer embert zsúfoltak össze a szállásukon. Fontos, hogy az emberek ismerjék Auschwitz történelmét, de a legfontosabb, hogy a túlélők elmondhatják a történetüket. Azok a legfontosabb bizonyítékai annak, hogy mi történt a háború alatt. Az emlékhelyet évente 1,5 millió látogató keresi fel. Érdekel, ami itt történt, és amit többféle csatornán lehet megismerni. A fiataloknak érdemes videókat mutatni, mondta egy látogató. A táborban a nácik 1,5 millió embert gyilkoltak meg, többségében zsidókat. Normális embernek elképzelhetetlen, ami itt történt, és amiről a fiatalok az iskolában hallanak. Az elődeink történetére mindig emlékezni kell, mondta egy másik látogató. Az auschwitzi tábornál januárban megemlékezést tartottak a felszabadításának 70. évfordulója alkalmából. Az eseményen különböző országok vezetői mellett mintegy 300 túlélő is részt vett. Felborult egy turistákkal teli busz Portugália déli részén. A baleset helyi idő szerint éjjel 11 óra körül történt. Legalább 3 ember életét vesztette, 29-en pedig megsérültek, többen súlyosan. A buszon közel 50 utas volt, köztük állítólag 34 holland állampolgár. A holland külügyi szóvivő szerint a 3 áldozat holland volt, ahogy sokan a sebesültek közül is. A hatóságok még vizsgálják a baleset okát, a sérülteket kórházba szállították. Özöllenek az amerikai turisták Kubába. Felmérések alapján 2015 első 4 hónapjában közel 40%-kal többen látogattak el a kommunista szigetországba az Egyesült Államokból, mint egy évvel korábban. Ezért nem meglepő, hogy Kubában kitört az angol nyelvtanulási láz, és a szigetország területén egyre másra nyílnak a nyelviskolák. Csak nem telt ház fogadja a vendégeket a Havanna egyik terén álló étteremben. A helyiek elmondása alapján nem ritka az ilyen látvány, sőt, az elmúlt hónapokban mind gyakoribb. Az Egyesült Államok és a kommunista rezsim korábban fagyos viszonya olvadásnak indult. Ezzel párhuzamosan lepték el az országot az amerikai turisták. Nagyon jól érezzük magunkat, rendkívül barátságosan fogadtak bennünket, és igazán mindent megtesznek értünk. Még akkor is, ha sokan nem beszélnek angolul, mondja egy turista, aki maga is az Egyesült Államokból érkezett. A legtöbb vendégünk Franciaországból, Kanadából és Amerikából érkezik, ezért a nyelvképzésre különös hangsúlyt fektetünk. A nálunk dolgozóknak kötelező angol nyelvtanfolyamon részt venniük munkaidő után, mondja egy helyi étterem tulajdonos. A szigetországban egyre másra nyílnak a nyelviskolák. Én 2 évig tanultam angolul, és elmondhatom, a nyelvtudás igazán fontos. Szinte alapfeltétele annak, hogy valaki pincér lehessen itt, mondja egy felszolgáló. Kubában rekord szezonra számít a turisztikai ágazat. Az idei év első 4 hónapjában már 36%-kal több amerikai látogató érkezett az országba, mint 2014 hasonló időszakában. A karibi államok közül már most is a második legnépszerűbb turista paradicsomnak számít Kuba, és az előrejelzések szerint a népszerűsége a közeljövőben csak nőni fog. Az elmúlt évszázad legsúlyosabb szárazsága pusztít Észak-Koreában. A kommunista rezsim közlése alapján több mint 130 ezer hektáron száradt el a termés, a rizsföldek közel harmadán nem fognak tudni aratni. Az országban éves szinten átlag 1000-1500 mm-nyi csapadék hullik. A tavaly kezdődött aszályos időjárás miatt viszont alig volt 500 mm-nyi ebben az évben. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az aszály az ország éléskamrájaként számon tartott déli és nyugati régióban a legsúlyosabb. Kamerák keresztüzében indult első úszó órájára Obi, a víziló bébi.
Anyja kísérte el a mesterséges tó partjára a Melbourne-i állatkertben, hogy aztán egészen a tó fenekéig süllyedjen. Az első csobbanás nem tartott hosszú ideig, a május végén született kis víziló 10-15 percet tud egy húzamban a vízben tölteni, majd egy kis pihenő után ismét úszni indulhat. Obi egyébként a törpe vízilovak családjába tartozik. Felnőttként várhatóan 70-80 centi hosszú, és mintegy 250 kg súlyú lesz majd. Világiradóval legközelebb holnap 18 óra 15-kor várjuk majd Önöket. Köszönöm figyelmüket, jó éjszakát, viszontlátásra!